Ellenmoló szeretettel köszöntök mindenkit, Haszan Dávid vagyok, Filemester, a Siósak SC oktatója, ez pedig a Hans Niemann főszereplésével készülő telenovella következő folytatása. Neki fogunk állni a mai napon a cselekmény boncolásának, a váratlan fordulatok felderítésének, az elképesztő összeesküvésekre való rávilágításnak. De előtte, hogy oldjuk egy kicsit a hangulatot, játszanak velem egy picikét, kukkantsanak rá erre az állásra, és a játék lényege igazából majd, hogy nem ilyen legyen, ön is milliomos jellegű lesz. Nyerhető é ez az állás világossal? Adok is három választási lehetőséget. A. Igen, simán. B. Dehogy már, hogy lenne ez nyerhető, csak könnyű tisztek vannak a táblán. C. Ja, igen, nyerhető, csak léci ne jöjjön ki nekem, éles hosszú gondolkozású parti van, mert azért eléggé vakarnám a fejem, hogyha meg kellene oldanom ezt a szituációt. No, futóúszáros matvezetés, volt már erről szó? Alig, ha még ezen a csatornán, ezen a felületen belül nem nagyon értekeztünk erről. A válasz igen, nyerhető. Az A és a C válasz is elfogadható, alig, ha nem. De a következő néhány perc után alig, ha nem az A válasz mellett fogják letenni a voksukat. Szóval, hogyan nyerhető ez a történet? Szedjünk össze egy-két izgi dolgot, amit tudunk erről az állásról. Az első, ez egy matvezetés, mint a vezéres matvezetés, meg a bástyás matvezetés, vagyis meg lehet oldani, egy picit talán elvontabb látásmódra lesz hozzá szükség. Minden matvezetésben az a közös, hogy az ellenfél királya a tábla közepén érzi leginkább jól majd magát, a tábla széle az kevésbé lesz neki igazán hasznos. Hogy miért? A tábla közepéről rengeteg mezőre léphet, a tábla széléről meg csak néhány mező áll a rendelkezésére, amikor be akarjuk mattolni az ellenfelet, akkor az a jó, ha kevés helyre léphet. Aztán, amit még általában tudni szoktak a kedves-kedves játékosok, hogy a futónk színével megegyező színű sarokba kell elzargatnunk az ellenfél királyát. Ez amúgy teljes mértékben így van, hogyha az ellenfél nem szándékozik mattot kapni, akkor a legjobb stratégia az ő részéről, hogyha a futónk színével ellentétes színű sarokban van. Persze ott is meg lehet mattolni, de ahhoz külön tehetség kell az ellenfelünk részére. Jó, magyarán világos színű sarokba akarjuk zargatni az ellenfélnek a királyát, és talán még egy dolog, amit néha már szoktak tudni az emberkék, de gyakrabban szerintem nem, a futó meg a huszárunk igazából akkor áll menő módon, hogyha azonos színen vannak, ez egy elég izgalmas meg érdekes dolog, mert hogy ellentétes színű mezőket fognak ebben az esetben a... Megy a felvétel. Ellentétes színű mezőket fognak ez esetben kontroll alatt tartani. Nézzék meg ezt a gyönyörű szép állást, azt mondja, hogy itt van ez a remek kis állásocska. Mi történik itt? Van egy futónk, van egy huszárunk, az ellenfél király elméletileg szabadon kóborolhat a táblán. Csak hogyha egy picit jobban megnézzük, hogy mennyire szépen harmóniában vannak ezek a figurák, huszár felel jelenleg a sötét mezőkért, futó felel jelenleg a világos mezőkért, ellenfél szakkolléga ebben az állásban nagyon-nagyon hamar mattot fog kapni, hiszen itt van a világos színű saroknál, ez a jó színű sarok jelenleg nekünk, és nem fog tudni innen kiszabadulni. Na de, hogyan fogjuk tudni ezt a mattot megkomponálni bármi nemű állásból? Jó hír az, hogy még a legbonyolultabb állásból is 33 darab lépésben mattot fogunk tudni adni az ellenfélnek. Erre azért van szükség, hölgyeim és uraim, mert akár itt a chess.com-on vagy a Lichess-en játszanak, akár élőben játszanak hosszú gondolkozású partikat, hogyha 50 lépésen belül nem történik se ütés, sem pedig len gyalog lépés, akkor lehetséges a védekező fél számára igényelni a döntetlent. Mondván azt, hogy nincsen progresszió az állásban, nem érek rá egész nap, hogy az ellenfelem megpróbálkozzon azzal, hogy megmattoljon engem. Ez igaz egyébként a futós vezéres matvezetésekre is, meg amúgy bármi nemű állásra, ahol 50 lépésen keresztül nincs ütés vagy gyaloglépés. Szóval, egy picikét, hogy megértsük ezt a történetet, egy picikét csalni fogunk. Persze, hogyha az ember külső segédeszköz használ, az csalásnak nevezik, ha meg belső segédeszközt, vagyis a technikát sajátítja el, akkor meg vizuális látásmódnak. Amit ebből a rendkívül bonyolult állásból, vagy bármi nemű állásból keresünk és ki szeretnénk építeni, az ez a rendkívül remek történet, ezt amúgy szinte mindig ki lehet hozni apró módosításokkal. Ezt az állást nagyon-nagyon szakmaiatlanul úgy nevezik, hogy hókifli. Hókifli, mert hogy HKF, huszár, király, futó, HKF, ők itt a hókifli, ebben a sorrendben kell állniuk a kedves kis figuráinknak. Ha ez az állás megvan, és innen fogunk indulni, aztán meg kitérünk esetleg arra is, hogy hogyan hozzuk ki ezt az állást, sőt, rendkívül gyakorlati módon fogunk ezt hozzáállni. Ha ez az állás megvan, innentől kezdve a mattunk az 11-2 lépésen belül, mint hogyha az annyira kevés lenne, de majd tényleg nem annyira nehéz. 11-2 lépésen belül meg fog valósulni. Na de hogyan?
Hát jelenleg rossz helyen van az ellenfélnek a királya. Persze, hogyha saját magát a látsietne világos sarokba is udvarias lenne, megkönnyíteni a dolgunkat, de nem fog ezt megtenni, át kell őt zargatnunk. Úgyhogy meg fogunk nézni két féle technikát, egyrészt amikor az ellenfél ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem szeretne átmenni a túlsó oldalra, másik technika az lesz majd, amikor meg nagyon-nagyon át akar menni, annyira át akar menni, hogy ki is akar szabadulni ebből a kelepcéből, amiben belecsaltuk. Szóval, hát gondolkozzunk az ellenfelünk eszével, legyünk együttérzőek ellenfél szakkollégával. Ebben az állásban majd léphet G8-ra meg E8-ra, hát neki inkább az lenne a jó, hogyha maradna a sötét sarokban. Úgyhogy jön ez a nagyon jó képességű futó H7 lépés a részünkről. Azt mondjuk, hogy hát figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha megindulnál nagy erőkkel a másik sarok felé. Jó, visszatérünk itt egy picikét, ne csapongjunk. Amire egy szükségünk lesz, és hogyha ezt megértik, akkor tökéletesen alkalmazni fogják majd ezt a remek kis matvezetést. Mit csinálunk a különböző figuráinkkal? Huszár szakkollégával semmi mást, mint ezt a remek W-t fogjuk elkövetni. Mit értünk itt W alatt? Huszár szakkollégának ezek lesznek itt a mozdulatai, és semmi más. Semmi más. Ne akarjának kreativitásból egyéb lépéseket feltalálni, huszár W alakban fog mozogni. Aztán mi fog történni itt király szakkollégával? Király szakkolléga nagyon-nagyon-nagyon menő módon el fog jönni ide egészen B6-ig, ő meg egyenes vonalban fog jönni. A huszárunk W-zik, a királyunk egyenes vonalban jön. Na most a futónak ezt a remek cikcak mozgását, ezt meg se kísérlem leírni, semmiféle betűvel, sem pedig elmond metaforával. Futó szakkolléga lesz az, aki a munka reszli részét végzi. Jön futó H7 ebben az esetben. Oké, király E8, más lépésünk nagyon nincsen. Érkezik ez a jó képességű huszár E5 lépés. Nem igazán segítene rajtunk király E6, bár nem is ront az álláson. Ha visszajön az ellenfél, ki akar menni G7-re, a legjobb az, hogyha ezt megakadályozzuk, és újra itt vagyunk, ahol a part szakad. Szóval maradunk itt, és lépünk egy jó huszár E5-öt. Huszár E5-re ellenfél azt fogja mondani, hogy nem, köszi, nem fogok átmenni a szomszéd sarokba, jön király F8, hát akkor motiváljuk egy kicsikét, visszük tovább ezt a W-t, jön huszár D7, sack, király E7, és jön király E6. Hát olyan sok választási lehetősége nincs az ellenfélnek, jön D8-ra, jövünk D6-ra, ne lógjon meg C7-en keresztül, és az ellenfél nagyon-nagyon nem szeretne átmenni, visszajön itt E8 felé. Egyébként ez a hosszabb mat, elvileg ez a bonyolultabb, valószínűleg ez az egyszerűbb egyébként, másik egyet trükkösebb lesz. No, mit szeretne az ellenfelünk? Legyünk velük együttérzőek. Azt mondja, hogy ki akar lépni F7-re? Hát ne lépjen már ki F7-re, jön futó G6. Visszajön az ellenfél szakkolléga. Nem nagyon tudunk más csinálni, ki kéne, hogy üldözünk D8-ról. Pont lesz egy remek szimpla vink még, amit végre akarunk hajtani. Jön huszár C-t, jön király C8. Jön futó F7, igen, egy aranyos kis tempóvesztő lépésecske. Tempó nyerő lépés igazából. Jaj, de ó, spoiler. Hol voltunk? Itt voltunk. Jön futó F7, egy jó kis tempónyerő lépés, érkezik király D8, nagyon-nagyon nem akar bemenni itt a sarokba. Befejeztük gyakorlatilag a huszárral való lépéseket ebben az állásban. Persze még egy-kettőt lépnünk kell vele a végén. Érkezik király C8, jön király C6, hát más lehetősége nincsen az ellenfélek, mint elérni a B8-ra. Nagyon jó, ez az ideális mozdulat, hölgyeim és uraim. Nem fogjuk kiengedni az ellenfél királyát, jön király B6. És ha nagyon meg akarna lógni, akkor pedig futó E6-tal nagyon szépen harmóniában vannak továbbra is a figuráink. Bezavarjuk ide B8-ra. Innentől jön az a része, amit sose tanultam meg és sose fogalmaztam meg magamnak. Ezt a fázist szoktam úgy hívni, hogy a matt megkomponálása. Egy pár lépésen belül meg kéne mattolnunk az ellenfelet. Nagyon jó hír, hogy van kettő mező összesen, ahova léphetne. Futónk az tök jó helyen van, elveszi tőle a C8 mezőt, nem akarjuk kiengedni az ellenfelet. Valami értelmes helyre kéne tenni itt a huszárunkat. Mit szólnának ahhoz, hogyha itt lépnénk egy ló A6-ot, és akkor király A8-ra meg futó D5 mattot adnánk? Ez megint csak csalásnak tűnik, de a vizuális látásmódunkat alkalmazva átjátszuk a huszárunkat A6-ra. Jön huszár C5, jön király A8, most ne legyünk mohók, mert el lehet rontani 30-40 tökéletes lépést egyetlen egy gyenge folytatással. Ló A6 után patt az állás, erre azért érdemes figyelni, úgyhogy érdemes itt veszíteni egy tempót, vagy nyerni egy tempót. Lépünk egy futó F5-öt, bár igazából ténylegesen léphetünk bárhová ezzel a futóval, ezen a legközelebb a négy mező közül érdemes lépni valahová. Lépünk mondjuk futó F5-öt, és király B8-ra pedig neves egyszerűséggel egy remek kis két lépéses mattal szórakoztatjuk az ellenfelet. Ló A6, király A8, futó E4, viszonylag könnyűnek tűnik, igaz? Szerintem is az. No, nézzük meg ezt az aranyosabb fajta védekezését sötétnek, és maguknak, ha valaha belekényszerülnek ebbe a helyzetbe, ezt fogom ajánlani, mert ez egy picit elvontabb gondolkozást igényel a támadó fél részéről. Szóval, megvan a húkifli, huszár király futó, mi jövünk lépni,
nem akarjuk, hogy G8 felé jöjjön az ellenfél, jön futó H7, már mondhatják is kórusban a lépéseket, király E8, jön huszár E5, mert dupla vézni akarunk a paciszak kollégával, és érkezik király D8, ellenfél azt mondja, hogy csókolom, én inkább meglógok a Ferrarival, és valami olyasmi helyre megyek, ahol kevésbé fogok mattot kapni. Semmi ok a pánikra. Ugyanazt fogjuk csinálni. Királlyal menjünk oldalra, huszárral menjünk W-ben. Futóval pedig eklektikus mozgást fogunk végrehajtani. Érkezik király E6. Király C7 után úgy néz ki, hogy valamit elrontottunk, valamit hülyén magyarázott az edzőnk. Mi vagyunk hülyék, nem értettük meg rendesen azt, hogy mit akart itt, vagy hogyan tanították ezt meg nekünk. Hát meglógott az ellenfél királya. A válasz az, hogy dehogy. Huszárral folytatjuk szépen a dupla vézést, elveszünk egy pár izgimezőt az ellenfél királyától. És egészen C6-ig feljön, hát ez alapsortól teljesen eltávolodott az ellenfél, de a térelőnyt és a lépéskényszert kihasználva a következő lépéssel visszarugdossuk, érkezik futó D3. És ha megnézik, elképesztő harmóniában vannak a figuráink, tényleg csak néhány darab baba van a táblán, de elveszi az ellenfél királynak a létező legtöbb lépését. Úgyhogy futó D3 el ezzel a remek kis lépéssel. Visszazargatjuk az ellenfelet. Na hát még mindig léphetne egy csomó olyasmi mezőre, ami nem az alapsoron van. Mennyi légy szíves az alapsorra, kedves ellenfél, jön futó E4. És hát rengeteg választási lehetőség van itt sötétnek, leszámítva azt, hogy annyira nincsen túlságosan sok. Jön király C8, érkezik király D6, királlyal szépen horizontálisan haladunk tovább, és király D8-ra pedig, hát gyakorlatilag megint megvan a hókifli, ne tévessze meg önöket, hogy ez a futó most nem D5-ön van, ne lépjünk már ide-vissza vele. Nem az a lényeg a hókifliben, hogy D5-ön legyen a futónk, az csak jól néz ki, mint egy bolygó együttállás, de a lényeg az lesz, hogy az E8 mezőt el tudjuk venni. El tudjuk venni? El tudjuk venni. Nagyon jó. Oké, jön király C8, jön huszár C5, folytatjuk a kis dupla vézésünket, jön király B8, megint meg akarna lógni az ellenfél szakkolléga, de nem fogjuk hagyni király C5 után. Király A7-et persze meglépheti, és itt igazából érdemes elfordítanunk az egészet 90 fokkal, mind a két esetben meg fogjuk tudni mattolni az ellenfelet, jön király A8, és megint jön az a rész, amiről fogalmam sincs, hogy mi a leges, leggyorsabb technika. Én mindig ugyanezt szoktam csinálni, amit itt önöknek is bemutatom. Ezt az egyet, hogy kb. Megjegyeztem, a mat megkomponálása következik. Futóval tehermentesítjük a huszár szakkollégát, mert őt máshol akarjuk majd áttenni. Jön király A7, jön huszár D7 mondjuk. Ezen a két mezőn kóborolhat az ellenfél királya mindössze. Úgyhogy rengeteg lehetőségünk van arra, hogy jó helyre pakolásszuk a huszárunkat. Jön király A8, Olli, no B6 csak, király A7, jön huszár C8, király A8, és futó E4 után szanaszét mattoltuk az ellenfelet. No, hát elméletileg ez a könnyű része, ez a hókifizés, nagyon gyors ismétlés akkor még egyszer. Huszárom, királyom, futóm van szépen felfűzve egyetlen egy vonalon, a királlyal megyek szépen horizontálisan, a huszárral megyek szépen dupla vézni, futóval pedig cikk-cak mozgást végzek, mindig elveszem az ellenfél királytól azokat a mezőket, ahova éppenséggel ki akarna lépni. Hogyha ezt követik, minden rendben lesz. Jó, de hát ez elvileg azért kevés lenne, úgyhogy gyakorlati alkalmazásban ezt nézzük már meg egy picikét, fogok egy jó kis táblaszerkesztőt, és fogok egy jó kis üres táblát, feldobálunk egy pár figurát, mit szólnak hozzá, őket felrakom ide, ellenfél királyt meg valami menő helyre. Az én figuráimat lerakom borzasztó helyekre, tábla szélére, ellenfél király meg ott rónol a tábla közepén. Fogom magamat itt a licsesszel, rányomok erre egy folytatás innen, és játszunk egyet a Stockfish egy ellen, mit szólnak hozzá, mondjuk lesz 2x5 percünk. Elméletileg a Stockfish egyet meg kéne tudni vernünk ebből az állásból, hát az nem valami túlságosan erős kis történet. Szóval, hogyan történik a leszorítás? Még egyszer, ahova le akarjuk szorítani az ellenfelet, az a világ két világos sarok, bármelyike. Ha oda megy önszántából, az nagyon király dolog, ha nem, akkor meg motiváljuk. Sötét szempontjából az a legjobb védekezés, ha marad a tábla közepén, ameddig tud, ha pedig lezavarják onnan, vagy elzavarják onnan, akkor meg a sötét sarkokat kell megcélozni, nyilván attól függően, hogy milyen színű futója van az ellenfélnek. Szóval, elkezdjük aktivizálni itt a figurákat, jó mondjuk futó D3. Hogyan tovább, kedves Stockfish? Hozzuk a következő figurát. Jön huszár F3, és ha megnézik egyébként, olyan, mintha csak pár figura lenne a táblán, de az ellenfél királyát ezekkel a remek kis falakkal szeretnénk motiválni arra, hogy menjen valóban a tábla széle felé. Király C6, hozok még egy kis királyt közelebb, hozom a kis futáromat még egyel közelebb, amúgy E4-en D5-ön állít a legjobban a futó, azt érdemes megjegyezni itt a leszorítás kapcsán, jön mondjuk futó D5. Király D5-ra számítok, valószínűleg az a legaktívabb, nem? Akkor jó. Ha nem oda, akkor megyünk máshova. Oké? Okay. Hát mit szólnak hozzá? Lépünk egy jó kis lógiötöt. Át akarom játszani huszáromat olyan helyre, ahonnét nagyon szépen segít majd leszorítani az ellenfél királyát. Hát akkor jövünk egyel közelebb.
nem a legjobb helyre ment el ellenfél szakkolléga. Világos színű sarok, oké. Legyen így. Vissza Huszárral. Visszajöjjön mondjuk D6-ra. Nem, arrafele már nem engedünk ki téged. És milyen érdekes, ahogy nézik, itt megvan nagyon szépen a kiváló hókiflink. Csak hogy, hát egy kicsikét felbomlott a történet. Jó, C8 fele nem menj ki, kedves ellenfél szakkolléga, mit szólsz hozzá? Itt vagyunk B6-on, és nem azzal a technikával, amit itt néztünk, hát nem volt túlságosan ügyes az ellenfél itt a védekezésben, nem azzal a technikával, mint amit néztünk, de nagyon szépen elagyabugyáltuk az ellenfelet. Jön egy jó kis tempóvesztés. Érkezik a király A8-ra, jön egy sakk, hölgyeim és uraim. Huszár fogja a B8 mezőt, mert az sötét színű mező, futón pedig az A8 mezőt fogja elvenni az ellenféltől. Ilyen, nagyon jók voltunk. Na jó, ez nem volt akkor hatalmas challenge, úgyhogy itt bemegyünk még egyszer itt a kis táblaszerkesztőnkbe. Fogjuk magunkat, jó kis üres tábla, legyen mondjuk most sötét színen mozgó futónk, az úgyse volt idáig, és legyen egy király az ellenfélnek. Folytassuk innen mondjuk a Stockfish 8 ellen, annál nagyon erősebb szoftver nincsen, sajnos itt elérhető a Lichess szakkollégával. Szóval mi jövünk lépni, lépjünk valami aktívat, hozzuk a királyt, és hozzuk a figurákat első körben ide a centrumba. Hát, hogyha önszántából mész, kedve, önszántából megy az ellenfél, a tábla széle felé annak örülünk. Jön egy futó F4. Elveszünk tőle még több mezőt, király D4. No, ellenfél szakkolléga, Stockfish 8 azért egyel értelmesebben védekezik, mint az egyes kaliberű szakkollégája. Azt mondja, hogy akkor inkább a világos színű sarkokat kéne itt megcélozni. Érkezik király C5. Huszár szakkolléga egy kicsit le van maradva. Király B6-tal jó bepattolnám az ellenfelet, az elég munkás lenne. No, aztán mi kellene nekem? Ide kéne eljutatnom a huszárovat, mert innen tudom kizavarni az ellenfelet a világos sarokból. Kap egy király C6-ot az ellenfél. Hát király A7 only move, ezen olyan sokat gondolkozni való nincsen, kedves Stockfish. Gondolom errefele jön. Ha szeretne a sarokban maradni. Oké, menj a sarokba, kedves ellenfél. Király B7, megint csak only, jön futó D6, a tréfa kedvéért jöhetne bárhova egyébként ez a futó. És hát, hölgyeim és uraim, mindössze arra van szükségünk, hogy elforgassuk a fejünket 90 fokban. Ez itt a hókifli. Hogyan is történt az egész történet? Ide akarom A1-re kényszeríteni az ellenfél királyát. El akarom venni tehát az A7 mezőt tőlem, ne lépjen oda. Jó, erre valamennyire szükségünk lesz ezt. Ha gondolják, akkor álljanak fel parti közben, sétálnak el 90 fokot a táblától, vagy csak fejbe forgassák el ezeket az izgi részeket. Nem szabad ilyenkor már azon gondolkoznunk, hogy akkor az ellenfél felé, vagy én felém akarok terelni az ellenfél királyát. Ha nincsenek gyalogok, akkor gyakorlatilag le is vághatnánk a tábla szélét. Az, hogy A vonal, B vonal, 1-es sor, 2-es sor, igazából teljesen mindegy. Na jó, huszárunkkal, tehát mit akarunk? Huszárunkkal akarunk duplavézni egyet. Királyunkkal akarunk szépen, hát most vertikálisan mozogni, de egyenes vonalban akarjuk követni az ellenfél királyát. Futó csinálja a cikcakot, jön a huszár szakkolléga. Na, hogy dönt az ellenfél? Mehet A6-ra, és mehet A4-re. Én is ezt javaslom önöknek egyébként, itt kell egyre kreatívabbnak lenni. Hozom a királyomat. Király B3, alig hanem meg fog érkezni, meg akar lógni az ellenfél a Ferrarival. Azt mondjuk, hogy hello, elveszem magától a világos színű mezőket. Okéka, C1-en keresztül akar átmenni az ellenfelem, nem fog átmenni C1-en keresztül. Oké. És hát úgy néz ki, hogy vesztenem kell még egy tempót, hogy egyen lejjebb kényszerítsem az ellenfelemet. Marad neki ez a B3 vagy B2 mező. És jövünk szépen a futóval ide D4-re. Elvettük az ellenféltől azokat a mezőket, amiket tudna igazából használni. Jé, hölgyeim és uraim, megint csak itt egy hókifli. No, hát a helyzet az, hogy ide akarnék lépni, csak leüt az ellenfél, úgyhogy odalépek dadogva, odalépek kettő lépésben. És nagyon szépen úgy néz ki, hogy megcsináltuk újra a dolgokat, akkor most a huszárunk, azt beszéltük. Akkor jön még egyszer a huszárunk, elveszi a világos mezőket. Jó, huszár veszi a világos mezőket, a futónk erre nem nagyon lenne képes. Királyunk folytatja a vertikális mocorgást. Következő lépés, futó célt. Bezárjuk az ellenfelet ebbe a kis dobozkába. Jön király B3. És ha meg akarna lógni nagyon az ellenfél, akkor igyekszünk meggyőzni arról, hogy ezt ne tegye. No, innentől easy dolog. Elvileg meg kell csak komponálnunk a mattot, huszárt a szát kéne játszanunk ide, aztán a futóval megmattolásszuk az ellenfelet. Amúgy többféle módszer is van. Van futós matt is, huszáros matt is. Jön a huszár C4-re.
Ha a Lua 3-at lépnék, az elég mókás lenne szerintem. Content kedvéért akár meg is lehetne csinálni, de nem pattoljuk be az ellenfelet. Ne legyünk mók. Jön egy Lua 3. Jön egy remek. Check me. No, ebből a futó úszáros díjban már csak egyetlen egy challenge-ünk maradt vissza. A Stockfish 8 az eléggé kedves ellenfél, úgy néz ki. Viszont, hát elméletileg, hogyha ezt ténylegesen tudjuk fejből, és egészen ügyesen már végre tudjuk ezt hajtani, akkor elméletileg a kevés idő is elég lesz hozzá, úgyhogy folytatás innen, játék gép ellen, itt a Stockfish 8, és legyen mondjuk, ó, egy perc a minimum, hát akkor legyen egy percünk. Vajon bulletben B tudjuk-e adni itt a történeteket? Nézzük meg! Tehát először is mire lesz szükségünk? Ki akarjuk zavarni az ellenfél királyát a centrumból? Nem éppenséggel kedves dolog tőle, hogy nem megy ki önszántából, de E3-ra akartam volna tenni, na mindegy. Oké, és hát a másik izgi dolog azért az, hogy figyelnünk kell itt az 50 lépéses szabályra, ezt nézzék mennyire menő módon falat építettünk az ellenfél ellen. Oké, mondjuk király D4, mondjuk király C5, és ellenfél pedig megy D-fele a sorokba. Mi pedig a lépéskényszer varázslatos erejét használjuk arra, hogy bekényszerítsük. Oké, jön király E5, jön király E6, mennyi befele kedves ellenfél. Jó. Király F6 eddig megvagyunk, most kéne egy huszárt hozni ide F7-re, hogy nagyon szépen kizavarjuk őt a sarokból. Nagyon szépen kizavartuk őt a sarokból, és lám, Stockfish 8 szakkalig azt mondja, hogy rendben, akkor a húki flit alkalmazzák itt rajtunk. Huszárral mit csinálunk? Huszárral dupla vézünk, hölgyeim és uraim, királlyal megyünk nagyon szépen, egyenes vonalban, futóval pedig kitaláljuk, mit akarunk tenni. Király D8, most jön a király. Aha, ez a meglógós változat, amit az ellenfél szeretne csinálni. Nem hagyjuk őt meglógni. Nem hagyjuk őt meglógni. Beszorítjuk egészen szépen vissza az alapsorra, ne akarjon már itt akadékoskodni nekünk. Jön király D8, jön futó F7. Huszárral befejezzük nagyon szépen a dupla vézést. Jön a király C6-ra. Jön a király B6-ra. Befejezzük szépen itt, amit elkezdtünk. És lóhatot, ha lépünk, az eléggé gázos lenne szerintem. Jój! Hát szűken, de belefértünk, azt hiszem. Oké, futóhúszáros matvezetés ténylegesen rendkívül izgalmas dolog. Kijön ez a legmagasabb szinteken is, ott láttam már, azt hiszem, hogy egy Szóvezli és Dávid Navarra parti volt. Szóvezli besnellezte gyakorlatilag. Ez egy teljesen alap skill a Grandmastereknek a keléktárából. Polgár Judit Ljubojevicset verte meg 1994-ben ugyanezzel a technikával, ott is kijött egyébként. A helyzet az, hogy volt olyan nagymester, aki nem tudta egyébként szégyen szemre, és kénytelen volt eldöntetlenezni az amúgy nyert állást, ezt a fajta nyert állást, de láttam olyat egy Balatonföldvári sakverseny, hogy egy 1700-as bácsi van, vagy 60 éves, simán megvert egy másikat futószáros matvezetéssel. A régi öregek azért még tudnak valamit, régebben ez egyen jobban hozzátartozott talán itt a képzéséhez a kedves sakkozóknak, és hogy mi ennek a futószáros matvezetésnek az értelme? Talán az, hogy rendkívül gyakran kijön gyakorlati játszmában, és hogyha ezt valaki nem tudja, fél pontokat dob ki, hát tegyük a szívünkre a kezünket, ez nem túl gyakori történet. Egyszer olvastam egy ilyen statisztikát, hogy nagyjából 5000 játszmánként szokott kijönni, hát nem tudom, kiszámolta meg egyébként, de hiszem, ha látom. Időnként ez azért kijön, akkor nem rossz, hogyha ezt meg tudja csinálni az ember, de nem azért tanuljuk meg, mert annyira gyakorlati játszmában nagy hasznát vesszük. Aztán megtanulhatjuk adott esetben azért, mert a futóhúszár harmóniáknak az ismerete az az egész játékra kiterjed. Megint csak, ha megnézzük ezt a remek kis állásocskát, nem tudom, eddig kell visszajönni ide, valahova ide. Ha megnézzük ezt a remek kis futószár falas történetet, hát szerintem elképesztően menő, és ez azért középjátékokban, megnyitásokban szintén eléggé aranyos tud lenni, hogyha megértjük, hogy ezek a figurák hogyan hatnak egymásra, hogyan tudnak ezek egyáltalán együtt dolgozni. Ha csak megnézzük itt a level 1 basic megnyitásunkat, kirakok egy futót ide a világos színekre, kirakok egy huszárt ide szintén a világos színekre, 1 millió darab fontos mező tartanak az uralmuk alatt. Ez a térelőnek a varázslatos ereje. De még ez is olyan dolog, hogy megvan az ember nélkül. A fő ok, ami miatt az ember megtanulja a futóhúszáros matvezetést, az nem más, mint hogy ha kijönne partiban, akkor jó kiröhögnék a csapattársai, az edzője, adott esetben a tanítványai. Úgyhogy érdemes ezt elsajátítani. Inkább mi röhögjünk másokon, sőt inkább mi se röhögjünk másokon, hanem barátságos hangnemmel magyarázzuk el az itt megértetteket. Úgyhogy ez volt, azt hiszem, a futószáros matvezetősdés. Sajnos pont lejárt az időnk, így erre rendkívül fontos és nagyon-nagyon izgalmas Hans Niemann drámára nem jutott időnk, úgyhogy azt majd egy következő videóban fogjuk kitárgyalni. Ma nem várt fordulat, amit végül is megígértem, az
bekövetkezett. Sakkozzanak sokat, helyesen, jól, töltsék izgalmas és tanulságos dolgokkal az időt, haszon návidoltam. Jó napot kívánok!